Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, ahogy látják egyelőre rendhagyó formában, de természetesen már a megszokott menetrendre készülve találkozunk most önökkel. Rendhagyó formában, hiszen rendhagyó volt az elmúlt időszak is, azt hiszem valamennyiünk életében, de talán már látszik némi fény az alagút végén. Egy dolog egészen biztos, semmi nem lesz már olyan, mint eddig volt. Ebben a pillanatban még nehéz megjósolni, hogy a koronavírus járvány az egészségre vagy a gazdaságra gyakorolt hatásai lesznek-e majd súlyosabbak. Ma egy sorozat indul útjára itt a Civil Összefogás Fórum internetes oldalán, a CÖF televízióban, a C12 csoport tagjaival láthatnak majd rövid interjúkat velük, illetve önökkel, így készül a Civil Akadémia a szeptemberi visszatérésre a már megszokott helyszíneinken. Úgyhogy kezdünk, tartsanak velünk! Csizmadia László, a CÖF-CÖK alapító elnöke, vendégem, szeretettel üdvözlöm önöket. Kezdjük csókolom. Hát kezdjük talán azzal, hogy kényszerű szünetre kárhoztatott minket, ugye a koronavírus járvány okozta a helyzet. Magánemberként és szakmailag sikerült-e jól kihasználni ezt a, hát nem várt, de mégis, hát fogalmazunk így ajándékba kapott időt. Hát ugyan mindenképpen azt kell mondani, hogy azért ez egy kényszerhelyzet volt a nemzetnek, kényszerhelyzet volt a nemzet irányítóinak. És nyilvánvaló nekem is, mint ahogy a polgároknak, nehezen értük meg. Ugyanakkor gondolkodásra adott lehetőséget, és többek között nagyon érdekes gondolat jutott eszembe, hiszen nem egyszer hallottuk a kormányfőnek a nyilatkozatait, nem egyszer láttuk a cselekvéseit, és azt gondolom, hogy ritka az a nemzet, amelyik elmondhatja, hogy a kormányfője az egy gondoskodó kormányfő, és ez kiderült minden egyes mozzanatában, mint egy nagy családot, úgy irányította a nemzetet, sőt, mi több, még arra is volt ereje, hogy a parlamentben a piszkos támadásokat úriember módjára, de politikushoz képest is keményen visszaverje. Ezért mindenképpen köszönet jár, és végül is a kormányfőnek, a kormánynak, a polgároknak a hozzáállása egy olyan nemzeti összetartozást eredményezett, amit az ellenség, hogy mondjam így, ma már azt kell mondanom, de mondjuk azt, hogy az ellenzék, folyamatosan megkérdőjelezett. És világosá vált, hogy a nemzeti összetartozásból csak egyetlen egy dolog hiányzott, az ellenzék. Ennek ellenére, ha nagyon óvatosan is, de kimondhatjuk, hogy egyfajta nemzeti minimum meg tudott születni. Itt most a társadalmi összefogásra gondolok, illetve arra, hogy ha megnézzük itt az elmúlt időszakban született közvéleménykutatási eredményeket, akkor azt látjuk ezek eredményei alapján, hogy a kormányzat és az ellenzék támogatói között is, vagy közül is nagyon magas társadalmi felhatalmazással bírtak a kormányzat által hozott döntések. Tehát az, ami olyan nehezen tud megszületni, gyakran beszélünk erről, maga a nemzeti minimum, az most itt mégis megvalósult? Meg úgy látszik, hogy veszélyhelyzetben meg kell, hogy valósuljon, és ez egy természetes emberi reakció. Tehát amikor védekeznünk kell, akkor mindig össze szoktunk állni. És ez a fajta összetartozás, ami most látszik a nemzet azon tagjainál is, akik esetleg az országgyűlési választásokon, reméljük, hogy csak 2018-ban gondolták másképpen, most húzódnak át erre az oldalra, ami egy természetes folyamat megint, mert igazi veszélyhelyzet alapján lehet megismerni akár a nemzetet is, vagy esetleg az egyéni polgár, vagy a civilek reagálását. Merre tovább CÖF? A kialakult új helyzet új irányokat is kijelölte a Civil Összefogás Fórum számára. Minden esetre azt gondolom, hogy lelkesedünk, nem csak azért, mert visszatérhetünk íme a CÖF TV-hez,
és a társadalmi életben, hanem azért is, hogy látszik, hogy egyre több tennivalónk van. Most a gazdaság az elsődleges, újból vissza kell hoznunk a gazdaságot arra a szintre, amelyen volt, és Európa példaképévé váltunk, de ez a gazdaság az csak egy összefoglaló dolog, tehát itt vannak az emberek, akiknek munkát kell adni, és nem kevesebbet, mint ahogy a kormányfő is mondja, hanem legalább annyit, amennyit eddig elérhettek. Ehhez úgy érzem, hogy visszatérjünk a gondoskodó kormányzáshoz. Úgy érzem, hogy megvan minden feltétel. Ugye most nem sorolom föl, hogy hány és hány intézkedés született annak érdekében, hogy a családok és az egyének is érezzék azt a lehetőséget, hogy nem veszítik el a munkájukat, mert nem elég a pénztámogatás. Ahhoz munka kell, hogy az ember egésznek érezze magát. És talán hadd adja meg itt azt a lehetőséget, hogy a civileknek is köszönetet mondjak, akik segítették többek között azt a missziónkat, hogy még mielőtt tudtuk volna, hogy az idősek otthonai ilyen nagy problémával fognak megküzdeni, sikerült olyan immunitás segítő gyümölcsszállítást elvégezni 89 idős otthon részére a vidéken, ami azt jelentette, hogy 63 tonna gyümölcsöt vittünk, 11 ezer olyan embert értünk el, amiben benne vannak az idős otthonok lakói és az ápoltak is. Ennek megfelelően köszönöm minden olyan civil támogatóinknak, akik a gyűjtésben és a pénzadományokban részt vettek. Amikor fél idejénél tart jelenleg a kormányzat, ugye már itt a 2018-as évben beszélgettünk, 2022-ben ismét megmérettetik az ország, nem csupán a politika, hanem ahogyan is fogalmazott, a társadalom, maga a társadalom az ország polgárai is. Melyek azok a témák, amelyekre fókuszálnak, hogyha fogalmazhatok, így fókuszálunk, majd itt a civil összefogás. Ez egy kedves mondat volt, mert már is érezik az összetartozás. A lényeg az, hogy látni kell, hogy az országot két oldalról éri támadás, sajnos belülről és kívülről. Mi úgy gondoljuk, ahol erősítenünk kell, mert az ellenzék is itt erősített, az ellenzék és az árulók, az Európai Unióval kapcsolatos feladataink. Ezért figyelembe véve, hogy megalakítottuk az Európai Unió Civil Együttműködési Tanácsot Varsóban, már második ülést fogjuk megtartani novemberben, úgy gondoljuk, hogy olyan reformokat kell javasolnunk, amelyek a polgári kezdeményezések hatékonyságát rendkívül mértékben segítik, és nagy mértékben visszafogják az uniós bürokráciát. Ezért az intézményrendszer reformját fogjuk javasolni, amit a későbbiek folyamán pontról pontra fogunk szétszedni, de egészen biztos, hogy szereptévesztésben van az Európai Parlament, amely fölül akarja írni egyes nemzetek országgyűléseinek döntéseit. Nagy tévedésben van ez a parlament, amikor politikai vitákat rendeznek, ahelyett, hogy a gazdasági és a külgazdaság és a külpolitikai tényezőket vitatnák meg, mert arról szól a történet, hogy a nemzetek szuverenitása nem csak megengedi, hanem megköveteli, hogy a pártérdekű viták mindig a saját parlamentünkben zajlódjanak, míg ez a 760 vagy valahány fős parlament szórakozik politikai viták, ezt meg kell szüntetni, és éppen ezért le is kell csökkenteni ennek a parlamentnek a létszámát, és ugyanakkor az Európai Bizottságot pedig szakmaivá kell tenni. Hát ott van az Európa Tanácsa, minisztereknek a tanács, akik meg fogják hozni a megfelelő döntéseket konszenzussal, szavazati arányjal, ez majd ki fog derülni, de az Európai Bizottságnak nem az a feladat, hogy kormányozzon. Amikor innen folytatjuk élőben, tehát szeptembertől, ez volt a kis ízelítő, hogy ismét visszaszokjanak hozzánk a szellemi honvédők, és bízom benne, hogy szeptembertől majd ennél többen is lesznek egyelőre. Köszönöm szépen, Csizmadia László, szeptembertől innen folytatjuk. Én köszönöm. Kedves nézőink, kísérjék tehát továbbra is figyelemmel a Civil Összefogás Fórum internetes oldalát, hiszen innen, illetve a hírlevélből értesülhetnek majd a CÖV televízió soron következő interjúiról, és bízunk benne, hogy ősszel már a szokott helyszíneinken, Budán, Pesten, vidéken és természetesen határon túli helyszíneinken is már élőben találkozhatunk önökkel a megszokott formában. Addig is várjuk az újabb szellemi honvédők csatlakozását a CÖV internetes oldalán a regisztrációs űrlapot
megtalálják a csatlakozás menüpont alatt, csatlakozzanak hozzánk minél többen, legyenek egyre többen a civil honvédők, merjük Önöket tehát szeretettel ősztől, addig pedig itt a Civil Összefogás Fórum CÖV televíziójában. Viszontlátásra!